Tamás vagyok, folytassuk a Clash nevű játékot. Játszunk ez a jó játékkal, ilyen szép napos délutáni időszakban. Musóban a szabadtéri programok, családjós összejövetelek, barátságokkal, akár családdal, és egy jó camping, túra, akárhova. Én most játszok egy nagyon kicsit a Clash nevű játékkal. Van két darab újabb ingyen chestünk. Egyikben 22 plusz arany, másikba plusz 2 gems, harmadikba kapunk egy kisebb arrowrootot, egy kisebb archers rootot és egy kisebb spell goblin rootot, tökéletes. Másik free chest láda, 24 újabb arany, egy kisebb új spell goblins, két Archer út, na még kell kettő, és megvan a legjobbak. Na hát akkor már, ha itt vagyunk, a Silver Chest is nyissunk már ki. Tizenhattal több arany megint. Goblinsnak kisebb lót. Bombersodunknak két kisebb lót. Jó. Addig is, kezdjük meg egy újabb Silver Chestnek a kinyitását, nézzük. Aha, na nézzük itt mit ér. Ohoho, te, itt mit szeretnél, drágaságom, itt most? Ezt érzékeljétek, ez a 285 aranyat, és itt meg 2000, nem szomorúsz. Na jó, van egy olyan gyereknap. 1-2. Nem, ezt nem játszom meg ezt a stratégiai játékot, non. Legyen gyereknek most követelősen. 3 szintű, 96-tal több élet, támadás ideje plusz 8-al lett jobb, és az arénának támadás, amit tud támadni, az plusz 13-al lett jobb, tökéletes. Vaj de szép, jaj de gyönyörű szép, 8 ami kell, 20. Gems, és megvan a negyedik szinten, na hát akkor csinálunk egy gyors támadást, nézzük mit tudunk kalkulálni. Ha szerencsés nyertesünk, CC, megint élni kínai felirattal, és támadjunk is egy eléggé közveszélyes fireballal. Ő a 4-es szintű bomberszer támad, tökéletes, hát akkor, hogy azt mondani, ámló szomorú számú fakereszt, viccel támadunk. Ő lerakott egy olyan szituációs helyzetet, hogy lerakott egy ilyen goblins erődítményt, ami nekünk pont nem annyira tesz jót, na mindegy. Lerakunk egy archer, triple archert, addig háromszintű goblinsok meg a knightunk az a giantot nagyon szépen találja be, de nem hagyom magunkat, mert az túl szép lenne. Hát akkor valaki Valkyrie ellen és a goblins a goblins ellen nézi, mit tudunk kalkulálni. Hát akkor, ha is szokták ezt mondani, majd munkunk a vízbe, áh, ez fog fájni, mivel ez split, ez mit keres itt? Ez úgy nem rendeltem meg a setbe, ezt a 2-es szintű giantot, 4-es szintű bomber is támad minket, nyilván én örülök, nem örülök neki, mondom. Bomberszem most támadó szomorú számon fakereszt, hagyjál be, kérem, ismernek, ki vagy te itt? Tökéletes 3-es szintű giant, a 3-es szintű goblin szok próbál meg az 1-es szintű goblins erődítmény, amit csinálja őket, a 4-es szintű knight az nem sokat ér ellenük, a 1-es szintű vácsa próbáljuk őket legyőzetni. Tökéletes. Au, az fájni fog, tudtam, hogy fájni fog. De miért kell mindig a... Most. 1. 2. Expecto Patronum. Most. Ha emlékezetem nem is az a Fireball, nekünk ez pakoljon tökéletesen. Oh! 3-as szintű. Tudtam, hogy tudtam, érzékeltem, sejtettem, nem akarom ezt a sok embert, mert tudtam, hogy... De miért kell mindig engem egy szivatnatok? Azt mondjátok már meg nekem. Gyerekek. Nem hagyjuk, hogy le fogunk egyőzni az utolsó támadással, hogy rothagyjú, nem akarok csúnyán beszélni, de ki fogom mondani, rohadjon meg. És ne kapjak agyalommal, mert az túl szép, hogy igaz legyen. De miért kell mindig engemet szivatnia, és nem akarom, hogy veszítsünk, de veszíteni fogunk, mert miért is nem, mert csak minek, minket lehet ennyire szivatni, gyerekek, mert csak, mert mi 8500, 702, 500,
De miért kell mindig minket szivatni ennyire, azt mondjátok már meg. Nekünk? Mert már kapok, hogy agyfaszfog, és... És így se fogunk tudni... Bocsánat a a fújogatásért, de agyfasz kaptam. Már bocsánat szakvezetésért, de hogy is szokták ezt mondani? Szó szerint agyfasz kaptam. Azért megköszönjük, és egy szó szerint ideges fért. Nem baj, legközelebb jobb lesz, még egy csoda. Ha nem, akkor meg sírva fakadok, de most a szó szerint. Leon nincs, kell 287 a serlege. Leakunk egy gyantot. Ő miért is egy 3 szintű... Miért kell mindig engemet szivatni? Hoho. Téged nem, hoho. Nem hagylak ki a buliból. Bomber szavarom. Kis csalapinte, kis fiú. Ötjön egy kis fiú, de ezt már nagyon kellemem van. Nagyon, nagyon, nagyon ideg baj kaptam. De miért kell mindig úgy, hogy csinálsz rohadtam, de hogy ennek a rohadék, nyomoréknak, hogy mindig engemet kell szivatni. Ezt mondjátok már nekem, hogy nem mondjátok, hogy én leszek a legnagyobb ember. Tudni fogom, hogy miért kell mindig engemet szivatni. De miért kell mindig engemet szivatniuk ezeknek az embereknek? Nem érdekel, csak azért is, hogy legyenek gyereknapjuk. Te, csak úgy őszintén, te, baby. Hát, nem hagyom akkor se legyőzni minket, mert az nagyon csúnya lenne megint, mint mindig. De miért kell mindig engemet szivatni gyerekek? Vagyis mindenki meg. Ő kell nekem a 3 szintű giant, 2 szintű pekát lerakott most. Ezt kell nekem, nem, de se tudtam, hogy el fogjuk buktani. Tökéletes, ojde. Hogy de pont jókor jött, jaj de jókor jött. Elvileg, nem talán, néha, gyerünk. Na és most kezdek nagyon boldog lenni. Mégsem. Nem baj. Akkor se hagyjuk magunkat legyőzni, mert kell nekünk a győzelem. Ez a még levitte. Jó, pontosan. Ő kell nekünk. Valkyrie azért kezd sebezkedtetni, nem sokat, de azért kezdi valamennyire kiéheztetni drága igen haverunkat. Valkyrie az nekünk, hogy szokták azt mondani nekünk? Puszulni, távozz sátán, távozz démon, mert ő nem tesz szájút a mi egészségünkre, úgyhogy expecto patronum. Egy kisebb csata alakult, úgy látom. Mondom, de most nem mondjátok nekem gyerekek, hogy én miért azt, miért raktam most azt a Firebolt, hát... Ezt is nem mondom, nem tudom mit csinálok, mondom. Örül fog neki. Nem, hagyjuk, hogy három, nem, hagyjuk, hogy legyőzenek minket, mert az van on. Nem, hagyjuk, hogy legyőzenek minket, gyerünk! Nem hiszem el! Gyá! Jampik vagyunk gyerekek, totál jampik vagyunk. Három kastélyt legyőztünk. Gyerekek, please köszön. Mindenki azt mondja, hogy nekem please köszön, meg már is átrúgtam. Thank you, te megköszönöm ezt a meccset. Ez egy magical chest, ez egy... Mi szokták ezt mondani? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép. Légy szíves, mesélj már még többet. De most jön az a helyzet, hogy most... Nem. Ez még nem. Csábító lenne, mert itt van, de nem. Várjunk meg, hogy még gyűjjön össze a zsetonunk, mert a zsetonna az jók. De nem sokára még ebbi kell nagyjából 100 trófa, és elméletileg átmehetünk a Arena 2-be, ami ahol már szó szerint azt fog mondani, hogy gyerekek, ez. Ezt mondjuk elviselem, mert ezt elviselem. Ez nem szónusz. Menj még egy meccset. Na jó, menjünk. Játékban tanul az ember. Na. Megint jelenni kínai, meg 291 trófei a dörögnek, és nagyon sok nagy gyanúm, hogy ő most minket nagyon-nagyon hogy is szokták ezt mondani magyarul? Szarrá fog verni. Mert hát az nekünk kell.
Drágoságom, az mi volt? 10 bogaram. Drág, arany, nulligám, nekem az... Mi az? Mi a... Jó életet akartál volna te ott? Mert te ott nem jóságot akartál? Nem, hagyom, hogy lebosszal... Annyin! Hát, ha tudnék, kivétel, majd bocsánat, csak azt mondom, a kicsit idegrohamot kaptam, és azt akarom, hogy győzni akarok, győzni akar. Aha. Elég tartott azt nyerő szégyem, gyerekek, mert most kapok egy rohamot, mert most fogunk. Hát azt mondani, hogy aláveszteni fogunk, de nagyon durván veszteni fogunk, mert. Mintha a kicsikét szarul állnánk. Csak pöppet, nagyon durván. Pakolja nagyon szorul állnánk. De nem baj. Ami elnézést a sok csúnya beszélje, csak... erre mondják azt, hogy ne kapjak agyrohamot, mert az túl csúnya. Ja, persze. Minket meg ásolnak el a pokolba, legmúgyjább, hogy nem nagyon magunkat veszteni. Mondom. A knád az úgy elpróbál, hát előbb ott volt egy sereg, de az nem annyira volt. Avelkadáver, csiribicsirővel, boom. Expecto Patronum. Capitulatus Sigitus. Ja nem, az nem ide. Hoppá. A Harry van, az nem valóságos, csak Harry nézzük. Na, nézzük. Oh! Ilyen szintű átcsörök azért meghozzák a nekik vált reményt. Hát Arrows Expecto Patronum. Tökéletes. Hát te, Sárikám, te... Hogy szoktál mondani? Expecto Patronum. Hát ex pecto au pat pat ronum most. De miért kell mindig megszivatnia engemet valami fú. És kezdem azt érezni, hogy ideges kezdem megint lenni. Nem érdekel, annyi embert fog lerakni, bár nem fog elférni, az biztos Isten. De miért kell mindig? Én velem szórakozni ennek a... Tudtam én, hogy cselepintem egy kisfiú vagyom az úszára. Expecto Patronum. És nyertünk. Mert a támadásról kivált a irány, de úgyis igazából. Azt ilyen a szívem helyén dobom, a torkomon, a gyomromban, meg a lábtő új percének, a jobb sarkának a 9. mutató percébe, vagyis kb. Hogy annyi homor kaptam megint. Nem baj, nyertünk, két... Már át tudtuk verni, 29 plusz serlege, silver chest és 5 arany. Szívem fikó, tökéletes. És... na, kezdünk fel újra. Na, nyer, na, srácok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, ha tetszett, lájkoljátok, nem tetszett, persze, recycoljátok, kommenteljetek, mit kéne változtatnom, vagy éppen mit nem. Ha tetszettek a videóim, csak iratkozzatok fel, és ha az összes videóm tetszett, akkor pedig osszátok meg mindenhol, hogy még többen legyünk. Sziasztok, és szép napot kívánok nektek, és jó hétvégét, és sok programot. Sziasztok!